híres gondolkodók. Charles Darwin. A 60-as években, amikor általános iskolás voltam, minden reggel zsoltárokat kellett énekelnünk. De mivel untam, néha csak dúdoltam. De a felügyelő tanár valahogy mindig észrevette, és odajött hozzám. Énekelj! Úgyhogy énekeltem. Ó, Urunk teremtőnk, hozzád képes csak söpredék vagyunk, és hálátlan disznók is, jó nagy verést érdemlünk. Charles Darwin volt az, aki lehetővé tette, hogy ne higgyünk az egyházi énekekben. Mégis a legtöbben csak annyit ismerünk munkásságából, hogy a legerősebb marad életben, vagyis a konzervatív párt filozófiáját. A konzervatívok szerint a legerősebb, legegészségesebb, leghatalmasabb példányoknak kell irányítaniuk az országot. Ma azt próbálom bizonyítani, hogy ők éppen az ellenkezőjét értik azon, hogy a legerősebb marad fenn, mint amit Darwin mondott. Nem csak azok vannak sokan, akik félreértelmezik Darwin mondani valóját, hanem azok is, akik hevesen ellenzik. Egy 1997-es felmérés szerint az amerikaiak 44%-a úgy gondolja, hogy Isten teremtette az embert valamikor az elmúlt 10 000 évben. 2002-ben Tony Blair támogatott egy kreacionista iskolát, ahol a teremtés történetet tudományos elméletként tanítják, és így gondolkodnak. Azt mondod, majom vagyok, te evolucionista féreg! De 1809-ben, amikor Darwin született, szinte mindenki hitt a Bibliában olvasható teremtés történetben. A legelvetemültebb kreacionisták úgy hiszik, hogy két nagy esemény formálta a Földet. A teremtés és az özönvíz. Az Úr látta, hogy nagy az emberek gonossága a Földön, és ezt mondta. Eltörlöm a fölszínéről az embert, akit a Földön teremtettem. Az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket. Ez elég igazságtalan volt az állatokkal szemben, akik azt mondták. Miért rajtunk vered le az emberek gonoszságát? Mi nem tehetünk róla! Szóval a legtöbb ember akkoriban azt hitte, hogy a Föld még csak néhány ezer éves. A Cambridge-i Egyetem igazgatója kijelentette, hogy... Az embert a Szent Háromság teremtette Krisztus előtt 4004. október 23-án, reggel 9 órakor. És épp akkor fejezte be, amikor kezdődött a kedvenc műsora. Azért is hittek sokan a teremtésben, mert a feudális társadalom világképébe beleillett az az elmélet, hogy mindennek és mindenkinek Isten által elrendelt helye van a világban. És ez a felfogás később sem sokat változott. 1744-ben egy német biológus Albrecht von Haller azt állította, hogy az emberi generációk mind Éva méhéből származnak, és egymástól függetlenül jelentek meg. Vajon hogy nézne ez ki az ultrahangvizsgálaton? Itt van az ember. Mit lát von Haller doktor, ikrek lesznek? A dolog ennél bonyolultabb, Éva asszony. Ön az emberiség összes eljövendő generációjával várandós. Ó, akkor át kell gondolnom, milyen nevet adjak nekik. Azonban a 19. századra a tudományban és technikában bekövetkezett változások aláásták a teremtés mítoszába vetett hitet, amit tovább fokozott, hogy már nem létező állatok maradványait fedezték fel. Ekkor megjelent az az elmélet, hogy Isten nem egyszerre teremtette az összes élőlényt, és időnként ki is pusztított néhányat. Ez az elmélet vált elfogadottá az 1800-as évek tudományos köreiben olyannyira, hogy egy bizonyos dr. McCulloch azt állította, hogy ha megvizsgáljuk kihalt állatok maradványait, láthatjuk, hogy magasan volt az orruk, mert így próbáltak lélegezni az özönvíz idején. Fogadok, hogy néhányan még el is hitték. És ha azt mondanánk, hogy a melső lábuk helyzetén látszik, hogy megpróbáltak jelezni a parti őrségnek, azt is elhinnék. A természettudomány legbefolyásosabb radikálisa Jean-Baptiste Lamarck volt, aki már Darwin születése előtt írt az evolúcióról. Elmélete szerint az állatok viselkedése hatással van tulajdonságaikra. Például, ha egy zsiráf nyújtózkodott, hogy elérje a magas fákat, megnyúlt a nyaka. Ezáltal megváltoztak a génjei, az utódainak már egy kicsit hosszabb nyaka volt, és néhány generációval később a zsiráfoknak már sokkal hosszabb nyakuk volt.
Az első hosszú nyakú zsiráf valószínűleg ezt mondta a többieknek. Ez nem voltám ingyen, haver. Minden reggel 5:30-kor keltem, és 2 órán át a nyakamat nyújtogattam, mielőtt melózni mentem. Lamarck elmélete azt jelenteni, hogy az élőlények Isten beavatkozása nélkül is tudnak változni. Talán ezért mondta a British Múzeumban az Eton gimnázium egyik öreg tanára, hogy... Lamarck és követői undorító, istenkáromló, bárgyú szemetet okádnak. Charles Robert Darwin 1809-ben született Abraham Lincoln-nal egy napon Shrewsbury-ben. Jó módú orvos családba született, magániskolákba járt, majd orvosi egyetemre ment, de időközben rájött, hogy nem akar orvos lenni, és nem szerzett diplomát. Egyik professzora munkát szerzett neki a Beagle nevű hajón, de az csak legenda, hogy természettudósként. Robert Fitzroy kapitány azért alkalmazta, hogy legyen kivel beszélgetnie az 5 éves úton. Ugyanis a haditengerészet illemkódexe tiltotta a matrózokkal való érintkezést alacsony származásuk miatt. Talán amiatt aggódtak, hogy az alacsony származás ragályos, és a tisztek esetleg elkapják. Fitzroynak még egy oka volt arra, hogy utitársat akarjon. Attól félt, hogy öngyilkos lesz. Egyrészt a Beagle előző kapitánya megőrült, és főbelőtte magát. Másrészt Fitzroy nagybátyja, Castro Ray szintén megőrült, és elvágta a saját torkát. Fitzroy pedig attól félt, hogy örökölte az öngyilkossági hajlamot. Tehát, mivel egy 5 éves út állt előtte, felvette Darwint, aki megfelelő társadalmi pozícióval rendelkezett a társalgáshoz. Eleinte remekül kijöttek egymással, és Darwin végül átvette az eredeti természettudós munkáját, aki megsértődött és hazament. Egy idő után viszont feszülté vált a viszonyuk, politikai nézetkülönbségeik miatt. Darwin egyszer azt mondta Fitzroynak. A maga fajta konzervatívokból tartósítani kéne egy példányt, mert hamarosan kihalnak. Evolúció szempontból pedig 160 év nagyon rövid időnek számít. A rabszolgaság kérdésében is eltért a véleményük. Fitzroy egyetértett vele, míg Darwin azt írta, hogy... Vérforraló és szívfacsaró arra gondolni, hogy mi angolok mennyi bűnt követtünk már el. Ezután külön étkeztek. 20 évvel később Fitzroy megtudta, hogy Darwin az utazása alatt tett felfedezések alapján dolgozta ki evolúciós elméletét. Gyötörte a bűntudat, mert ha nem alkalmazta volna, a világot talán megkímélte volna az evolúció förtelmétől. A bűntudat miatt fel alá rohangált a Bibliával hadonászva, és azt kiabálta. Ez az igazság! Végül teljesen megőrült, és elvágta a saját torkát. Darwin több ezer csontot és fosszíliát gyűjtött az 5 éves út során, de a csendes óceáni Galapagos-szigetek tették rá a legnagyobb benyomást. Feltűnt neki, hogy az egyes szigeteken honos óriás teknősök mind különböznek egymástól. Azt is felfedezte, hogy rendkívül sok vizet tárolnak a hólyagjukban, ezért nagy távolságokra képesek eljutni a sziget száraz belsejében. A helyiek pedig megmutatták neki, hogyan kell felvágni a teknősöket, és ha nincs más, meginni a vizeletet, ami Darwin szerint... Csak egy kicsit keserű. Darwin a Galapagos-szigeteken több tucat pintyet is gyűjtött. Ezek a teknősökhöz hasonlóan különbözőek voltak aszerint, hogy melyik szigetről származtak. Ha Isten teremtett mindenfajt, miért vesződött azzal, hogy minden szigetre másmilyen teremtsen? Megvizsgálta a Tenerife közelében kifogott mélytengeri élőlényeket, és elgondolkodott, hogy ha Isten csak azért teremtette őket, hogy az embert gyönyörködtessék, vagy táplálékul szolgáljanak, miért dugta el őket ennyire? Mert annak, hogy Isten rengeteg időt és energiát áldozva élőlényeket teremt az óceán közepén, nincs több értelme, mint annak, hogy valaki milliárdokat költ egy óriási kupola építésére egy greenwichi szeméttelep közepén. Darwin ezt mondta erről. Képtelen vagyok elhinni, hogy egy jóindulatú és mindenható Isten szándékosan teremtett volna olyan parazita darazsakat, amelyek élő hernyók testében élnek, és abból táplálkoznak. Az is feltűnt neki, hogy lajhárcsontokat találtak őskori állatok maradványai mellett, holott a lajhár ma is létezik. Tehát mindkét időszakban jelen volt, ami azt jelenti, hogy nem volt olyan katasztrófa, mint például az özönvíz, ami az összes élőlényt egyszerre kipusztította volna.
A lajhárok meg azt mondják. Emlékszem, amikor még mindenfelé szárnyas gyíkok voltak. Amikor Darwin 1836-ban visszatért Angliába, az általa is támogatott liberális párt került hatalomra. A konzervatívok, mint például Wellington herceg, a királyi pártfogásban és az örökletes előjogokban hittek, míg a liberálisok az ipar és a tudomány szellemében akarták vezetni Nagy-Britanniát. Abból az országból nem lesz vasúti, tengeri és mérnöki nagyhatalom, ahol a földrengéseket és az ős maradványokat úgy magyarázzák, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Egy korabeli újság szerint a liberálisok nem egyszerűen csak mindent megváltoztatnak, hanem megfordítják az árapályt és lerombolják a naprendszert. Megállapította, hogy bármely faj minden egyede különböző, ahogyan minden ember is az, mégis mind emberek vagyunk. De mi történik, ha megváltozik a környezet? Tegyük fel, hogy egy lombevő faj élőhelyén kihalnak az alacsony fák, és csak a magasak maradnak meg. Ekkor csak a legmagasabb egyedek lesznek képesek táplálkozni, életben maradni és szaporodni. Így számos generációval később egy sokkal magasabb, teljesen új faj fejlődik ki az eredetiből. Darwin ezt a folyamatot természetes kiválasztódásnak hívta. Akkor is megszerzem! Ez az elmélet abban tért el Lamarckétól, hogy Darwin szerint teljesen esetleges, mely lények tudnak jobban alkalmazkodni egy adott környezethez, tehát melyek maradnak fenn. A legerősebbek, tehát egyszerűen csak szerencsés tulajdonságokkal rendelkeznek az életben maradáshoz. Mert ha a természetben mindig a legnagyobb és legerősebb egyedek maradnának meg, mostanra minden faj csak izomkolosszusokból állna. A flamingóknak hatalmas vádliuk lenne, és csak azok a papagájok maradnának fenn, amelyek azt mondanák, akarsz egyet a csőrödre! Darwin miközben kidolgozta elméletét, egyre inkább aggódott. Teljesen a megszállottja lett. Még azt is a természetes szelekció kidolgozásához használt módszerrel döntött el, hogy megnősüljön-e. Szeret. Csinált egy nősülni és egy nem nősülni oszlopot. Nem szeret. A nősülni alatt ez állt. Állandó társaság és barát időskoromban a kutyánál minden esetre jobb. Kellemes zene és női csevegés. Elviselhetetlen a gondolat, hogy fullánk nélküli méhként éljem le az életem. Így mondja egy biológus, hogy legalább rendszeresen hancúrozhatok. A nem nősülni alatt ez állt. Társalgás, esetleg vita a klubban intelligens férfiakkal. Nem kell rokonokat látogatni. Talán azért vette el az unokatestvérét, mert közös rokonaik voltak, és így rengeteg időt spórolhatott a rokonlátogatáson. Az udvarlás időszakában leírta, hogyan illeszkedett az elméleteibe a szexuális izgalom. November 27. A nemi vágytól csorogni kezdett a nyálam. A vágy, hogy megcsókoljuk, szinte megharapjuk szerelmünk tárgyát, valószínűleg kapcsolatban van a nyálfolyással, és ezért mozog a száj és az állkapocs. Nem volt túlzottan romantikus. Darwin azonban tartott attól, hogy milyen következményei lesznek az elméletének. Kezében volt valami, amivel átformálhatta volna az emberiség gondolkodását. Ő azonban megijedt, és 20 évig nem publikálta eredményeit, és szinte nem is beszélt róla senkinek. De vajon mitől félt? Először is a természet véletlenszerű változásai azt bizonyítják, hogy a fajok nem valamiféle tervnek megfelelően halnak ki. A földi élet Isten akaratától függetlenül változik. Akkoriban egy ilyen elmélet rendkívül veszélyes volt, mert a chartisták választójogot követeltek, és 1842-ben általános sztrájkot hirdettek. Az egyik demonstráción 150 ezer chartista gyűlt össze, hogy választójogot követeljenek. Britannia a forradalom küszöbén állt. Számos értelmiségi az ateizmus terjedését okolta a chartista mozgalom erősödéséért, sőt azt állították, hogy a francia forradalom oka is a vallás hanyatlása volt. Tehát Darwint egyfelől a vallásos konzervatív torik, másfelől a zendülő chartisták tartották vissza.
Gyűlölte a Torik tudomány ellenes szemléletét, de aggódott, hogyha nyilvánosságra hozza elméleteit, tovább terjed az ateizmus, ami újabb lázongásokhoz vezet majd. Ezért inkább további, jelentéktelen kutatásokba menekült. Ez alkalommal a kagylók nemi életét tanulmányozta. A hímek a legkellemetlenebb élőlények a világon. Nincs szájuk, gyomruk, törzsük, végtagjaik vagy hasuk, csak is a szaporodó szervükből állnak. A lehetséges politikai hatásokon túl Darwin a saját karrierje miatt is aggódott. Anglia egyik legelismertebb geológusa volt, állat- és növényfajokat neveztek el róla, vasúttársaságok részvényese volt, élénk társasági életet élt. Isten káromló eszméjének bevallása olyan lett volna, mintha ma egy híresség bejelenteni, hogy úgy döntött, csatlakozik az Al-Qaidához. Emiatt 20 évig nem azt írta le a tudományos cikkekben, amit valójában gondolt. A legkisebb incidenstől is pánikba esett. Lady Fothergill, megengedi, hogy valamelyik becses csokoládénkkal kényeztessem? Lássuk csak! Jamaikai karamell, meggyes élvezet, a marcipános meglepetés az én természetes választásom. Az nem lehet, a természetes szelekció túl sok bajt okozna. Mi köze lehet a banános örvénynek a narancsos fenséghez? Isten teremtette a csokoládét, senki sem állítja, hogy nem, én semmiképpen. Az évek során belebetegedett a félelembe. Különféle szorongásos tünetei voltak, időnként alig bírt felkelni néhány órára. Nos, Elinor? Evolúció. Jól mondta, evolúció. Rettegett attól, hogy szembeszálljon a kortársaival, ami valahol érthető. Sok történész és tudós nem érti miért, de képzeljük csak el, hogy egy vetélkedő csapatában lennénk, és mindenki azt mondaná, hogy a válasz Bruce Forsyth. Még ha tudnánk is, hogy a válasz rossz, lenne elég bátorságunk azt mondani, hogy nem, a válasz Bob Monkhouse. Talán igen, de mi lenne, ha a játékvezető azt mondaná, a válasz Bruce Forsyth. És az egész csapat örülne, és a világ összes tévékritikusa azt mondaná, biztosan Bruce Forsyth. Aztán bejönne Bob Monkhouse, és azt mondaná. Tényleg Bruce Forsyth a válasz? Még akkor is lenne bátorságunk azt mondani, hogy nem Bruce Forsyth a válasz? Tehát Darwin részben azért aggódott, mert nem tudta bizonyítani állításait, és tudta, hogy az érvelését majd darabokra szedik, ezért folytatta a bizonyítékgyűjtést. Azt vizsgálta, lehetséges-e az ösztönök átadása a természetes kiválasztódáson keresztül. Megfigyelte, hogy bizonyos méhfajok matematikailag tökéletes lépsejteket készítenek, míg a mexikói méhek módszere kevésbé tökéletes. Tehát vagy eltérő környezetben fejlődtek ki a különböző méhek, vagy a mexikói méhek egyszerűen csak hígagyúak. Ebben az esetben jól jönne nekik egy kimutatás a kaptárak eredményeiről, hogy a szülők el tudják dönteni, hová küldjék a lárváikat. Az alatt a 20 év alatt, amíg Darwin titkolta felfedezéseit, a politikai helyzet megnyugodott. De két másik dolog is történt, ami nézeteinek publikálására ösztönözte. 1851-ben kedvenc lánya, a 10 éves Annie meghalt, és mint később mondta, ez volt az utolsó szög a hite koporsójában. De egészen 1858-ig halogatta a dolgot, amikor egy másik természettudós, Alfred Wallace, elküldte neki értekezését. Egy ideje már leveleztek, de Wallace mostani tanulmánya Darwinéhoz nagyon hasonló gondolatokat tartalmazott. És kikérte a véleményét, hogy szerinte publikálja-e. Addigra Darwin annyira beteg volt, hogy idegszanatóriumba járt kezelésre, de még ott is a fenyőfák növekedési gyűrűit tanulmányozta. Wallace levele megadta Darwinnak a végső lökést. Mi értelme megvédeni a világot az elméleteitől, ha valaki más nyilvánosságra hozza ugyanazokat az elgondolásokat? Darwin tehát azt válaszolta, hogy már megelőzte. A kiadója viszont úgy gondolta, hogy a téma nem elég érdekes. Egyik tanácsadója pedig azt mondta, hogy... Mondja meg Darwinnak, hogy a galambokról írjon. Az mindenkit érdekel. A könyv eredeti címe ez volt. Tanulmányi kivonat a fajok természetes szelekció által való eredetéről és variálódásáról. Darwinból nem lett volna sikeres kiadó. Miss Bronte, megvan a cím! Egyezmény a szelek képességéről az üvöltés mennyiségének felvételére.
Darwin könyve végül 1859-ben jelent meg, a Fajok eredete címmel, és ez akkora megkönnyebbülés volt számára, mintha bevallott volna egy gyilkosságot. Még aznap elfogyott mind az 1200 példány. Ahogy Darwin sejtette, tényleg nagy felzúdulást keltett. Barátja Huxley épp a természetes szelekció elméletét védte egy előadáson, amikor Wilberforce püspök felállt, és azt kiabálta. Mondja, uram! Ön anyai vagy apai ágon származik a majmoktól? Az egyik ellenvetés az volt, hogy több száz generációra van szükség ahhoz, hogy természetes kiválasztódással új faj jöjjön létre, és a Föld még nem elég öreg ahhoz, hogy a fajok kifejlődhettek volna. Darwin a földkorával kapcsolatos elméleteivel is megdöbbentette a tudományos világot. Olyan lehetett, mint az antik holmik parádéja. Tudja, milyen régi ez a darab? Fogalmam sincs, az anyósomtól kaptam. Nagyon meglepődne, ha azt mondanám, hogy 300 milliárd éves. Oh! Oh! Jézusom, ez fantasztikus! De volt egy bekezdése a könyvnek, amin a teremtés elmélet hívei harsányan nevettek. Darwin rájött, hogy a bálnák az emlősök közé tartoznak, tehát rokonságban kell lenniük más emlősökkel. Az észak-amerikai fekete medve órákon át úszkál rovarokra vadászva, akár a bálnák. Könnyedén elképzelhető, hogy a természetes szelekció addig alakított egy felépítésében és szokásaiban a vízhez jobban alkalmazkodó medvefajtát, míg nem egy olyan hatalmas állat jött létre, mint a bálna. Darwin úgy érezhette magát, mint amikor valaki butaságot mond az iskolában, és a többiek kinevetik. Azt mondta, hogy a medve bálnává változhat, de hülye! Miért nem találtuk meg a két faj közötti élőlény maradványait, kérdezték. Hol van ez a bálna medve izé? Egészen az 1980-as évekig a kreacionisták azt állították, hogy... A darwinisták ritkán említik meg a bálnát, mert az egyik legmegoldhatatlanabb problémájukkal szembesíti őket. Az 1990-es években Pakisztánban paleontológusok medveszerű bálnák maradványait fedezték fel. Többek között az Ambolocetus natansét, ami latinul azt jelenti úszójáró bálna. Az evolucionistáknak 130 év kellett a bizonyításhoz, de végül sikerült. Vicces lett volna felhívni a fickót, aki felfedezte, és azt mondani, hogy találtam egy elveszett lapot Darwin könyvéből, amin az áll, hogy biztosan létezik egy félig láma, félig kaszáspók élőlény. A kreacionisták azonban nem adják fel. A Jehova tanúinak Ébredés című magazinja így ír. Az evolucionisták következtetéseinek nagy része spekuláció, amelyet néhány régi csontra, fogra és kőre alapoznak. Abban talán igazuk van, hogy Darwin érvelése nem tökéletesen pontos minden részletében. Azonban érdekes módon nem minden elméletet vizsgálnak ilyen alaposan. A nőt a férfi bordájából teremtették. A nemi szerveinket pedig észre sem vennénk, ha Évát nem veszi rá az alma evésre egy beszélő kígyó. Darwin azt azonban kihagyta könyvéből, hogy az emberek hogyan illettek az evolúciós elméletbe. Úgy gondolta, ez már tényleg túl sok lenne a közvéleménynek. Ezzel a témával csak az Ember származása című 1871-ben megjelent könyvében foglalkozott. Megpróbálta bebizonyítani, hogy az ember és a majmok nagyon hasonlóak. Leírja, hogy egy Graham nevű ember sört adott páviánoknak, és megfigyelte, mi történik. Másnap reggel ingerültek és lehangoltak voltak. Mindkét kezükkel a fejüket fogták, és roppant szánalmas képet vágtak. Egy nagy banánt kérek, extra chilivel. Az ember származásában Darwin bemutatta, mennyire hasonlítanak az emberi és az állati embriók, és hogy az ember karján ugyanúgy a könyök felé nő a szőr, mint a gorillákén és a csimpánzokén. És azt a következtetést mondta le, hogy... Nem tudjuk, hogy az ember a csimpánztól vagy a gorillától származik-e. Ennek akkoriban olyan hatása lehetett, mintha egy tizenéves lány azt mondaná az apjának, hogy nem tudom, hogy egy pokolangyalával randizzak, vagy Marilyn Mansonnal. Darwin élete hátralévő részében munkájának következményein rágódott. Nem volt hajlandó nyilvánosan támogatni az Isten káromlásért beperelt ateistákat, és ahelyett, hogy megvédte volna önmagát és támogatóit, újabb kutatásokba temetkezett. A gilisztákat tanulmányozta.
Arra a következtetésre jutott, hogy átlagosan 53.767 giliszta él fél hektárnyi területen. Amikor kifogyott a helyből, a biliárd szobáját is megtöltötte velük. Giliszta gyengén kezdett. Rájuk világított, rájuk sípolt, dohányfüstöt fújt rájuk, a fia pedig fagottozott mellettük. Már az élete vége felé járt, amikor néhány tudós a legerősebb fennmarad elvvel azt akarta bizonyítani, hogy vannak, akik alacsonyabb rendűnek születtek. Közéjük tartozott Cesare Lombroso, aki azt mondta, hogy azok, akik örökölték a bűnözésre való hajlamot, a tetoválásra való hajlamot is örökölték. Francis Galton, Darwin unokatestvére és elismert tudós bejelentette, hogy a természetes szelekcióval bebizonyított valamit. Osztályoztam az utcán látott lányokat vonzó, közömbös és taszító kategóriákba, és úgy találtam, London ért el a legmagasabb szépségpontszámot, míg Aberdeen a legalacsonyabbat. Galton egy ilyen szeri elméletét követte, aki szerint a feketék köldöke magasabban van, mint a fehéreké, ami azt bizonyítja, hogy gyerekesebbek és kevésbé intelligensek. Gustave Le Bon, akit a szociálpszichológia megalapítójaként tisztelnek, azt írta, hogy a legintelligensebb fajokban, például a párizsiakban, a nők agyának mérete közelebb van a gorillákéhoz, mint a férfiakéhoz. Egy intelligens nő lehetséges, de ugyanolyan valószínűtlen, mint egy kétfejű gorilla. Darwin ellenezte, hogy a legerősebb fennmarad elvet arra használják, hogy igazolják a társadalmi igazságtalanságokat. Nem azt mondta, hogy a társadalom alján élő emberek csak magukat okolhatják, hanem azt, hogy ha a szegények nyomorúságát nem a természet törvényei, hanem a saját intézményeink okozzák, nagy a mi bűnünk. Azzal érvelt, hogy az emberi faj részben azért maradt fenn, mert képes volt együtt érezni a nélkülözőkkel. Sőt, az emberiség fejlődése során nem a legerősebbek maradtak életben. A csatában elöljáró, legbátrabb férfiak nagyobb számban estek el, mint mások. Az egyház végre megtanulta alkalmazni Darwin elméleteit, és többnyire azt tanítja, hogy a Bibliát nem kell feltétlenül szó szerint venni, ami elég jó kibúvó. Képzeljük el, hogy egy tárgyaláson kiderül, hogy valaki hamisan vallott, és az illető azt mondja. Az a helyzet, bíró úr, hogy amikor azt mondtam, a gyilkosság estején moziban voltam, nem szó szerint értettem, csak költői hasonlat volt. Darwin zsenialitása abban rejlett, hogy egészen másképp látta a világot, mint addig mindenki más. Olyannyira, hogy 160 évvel később még mindig találunk hiányzó láncszemeket az elméletéhez. Úgyhogy talán ideje, hogy Darwin az őt megillető helyre kerüljön. És ha a gyerekeknek zsoltárokat kell énekelniük arról, hogy Isten teremtett mindent, akkor legalább legyen őszinte, és a parazita darázs is legyen benne. Van kedve fejlődni egy kicsit, nyújtóztassa az agyát a www.open2.net internetes oldalon, ahol további részleteket találhat a sorozatban bemutatott nagy gondolkodókról.